1992. szeptember 1-én indult újjá a katolikus szellemű oktató-nevelő munka városunkban. Pontosan 100 évvel azután, hogy 1892-ben a főtér 6 szám alatti épületben megnyitotta kapuit a római katolikus fiúnépiskola. E jóhírű intézmény utódaként az iskola újraalapítói arra vállalkoztak, hogy folytassák azt az utat, amely 1948-ban az államosítással megszakadt. Amikor lehetőség volt arra a rendszerváltás után, hogy újra működjenek az egyházi intézmények, itt a városban mai latja irányításával hívő katolikus szülők, pedagógusok lázasan hozzákezdtek ehhez a munkához. Az elmúlt 10 év a megmérettetések időszaka volt, a város iskolái között és az országos versenyeken egyaránt. Az elért eredmények azt mutatják, hogy a Szent István Római Katolikus Általános Iskola kiállta a próbát. Az összetört karosszériák helyreállítására szolgáló húzatópad állat a műhely középpontjában. A svéd gyártmányú, legújabb fejlesztésű berendezéshez számítógépes vezérlés, hegesztőgépek, forrasztóegység, ponthegesztőgép és korszerű szerszámok tartoznak. A felszerelés beszerzése és a tanműhely kialakítása közel 14 millió forint anyagi forrást igényelt. A karosszéria lakatos tanműhely kialakításában részt vettek az intézmény oktatói és diákjai is. Az élő munka és az anyagköltség közel 2,5 millió forintot tett ki. A Petőfi gimnáziumot 8 diák képviselte a középiskolások legrangosabb dunántúli kulturális versenyén, a Keszthelyi Helikonon. Közülük 4-en Gulyás Gerda, Versbacher Vivien, Elekes Márton és Kollár Abigail helyezést is ért el, tudtuk meg a gimnázium igazgatójától. Egy fiú aranyminősítést és fődíjat, illetve 3-an ezüstfokozatot értek el. Külön érdekes, hogy a 4 helyezetből 3 9-es, a 9. C-osztálynak, tehát a német természettudományi tagozatnak a tagja, tehát nekik még bőven van szereplési, fellépési lehetőségük, a 4. helyezettünk pedig 11. B-osztályos tanuló. A 9. C-osztályos Elekes Márton kapott fődíjat a Helikonon, a versenyre film és videó kategóriába nevezett be.